Jézus tehát 6 nappal húsvét előtt elment Betániába, ahol Lázár élt, akit feltámasztott a halottak közül. Vacsorát készítettek ott neki, s Márta szolgált fel, Lázár pedig a Jézussal együtt ülők között volt. Mária ekkor elővett egy font drága valódi nárdus kenetet, megkente Jézus lábát és hajával törölte meg. A ház pedig megtelt a kenet illatával. Tanítványai közül az egyik, Júdás Iskáriótes, aki el akarta őt árulni, így szólt. Miért nem adták el inkább ezt a kenetet 300 dénárért, és miért nem juttatták az árát a szegényeknek? De nem azért mondta ezt, mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem azért, mert tolvaj volt, és a nála levő erszényből elszedegette, amit beletettek. Jézus erre így szólt. Hagyd, hiszen temetésem napjára szánta. Mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek. Nagyon sokan megtudták a zsidók közül, hogy ő ott van, és oda mentek, nem csak Jézus miatt, hanem azért is, hogy lássák Lázárt, akit feltámasztott a halottak közül. A főpapok pedig elhatározták, hogy Lázárt is megölik, mert a zsidók közül sokan miatta mentek oda, és hittek Jézusban. Másnap, amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálma ágakat fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiáltottak. Hozsánna! Áldott, aki az Úr nevében jön, az Izrael királya. Jézus pedig egy szamárcsikóra találva felült rá, ahogyan megvan írva. Ne félj, Sion leánya, íme királyod jön szamárcsikón ülve. Tanítványai először nem értették mindezt, de miután Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy az történt vele, ami meg volt írva róla. A sokaság, amely vele volt, amikor Lázárt kihívta a sírból és feltámasztotta a halálból, most bizonyságot tett mellette. Elébe is azért vonult ki a sokaság, mert hallották, hogy ezt a jelt tette. A farizeusok pedig így szóltak egymáshoz. Látjátok, hogy semmit sem tudtok elérni, íme a világ őt követi. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek az ünnepre, hogy imádják az Istent. Ezek oda mentek Fülöphöz, aki a galileai Bétsajdából való volt, és ezzel a kéréssel fordultak hozzá. Uram, Jézust szeretnénk látni. Fülöp elment, és szólt Andrásnak. András és Fülöp elment, és szólt Jézusnak. Jézus így válaszolt nekik. Eljött az óra, hogy megdicsőítessék az emberfia. Bizony-bizony mondom néktek, ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga marad.
De ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszti. Aki pedig gyűlöli az életét e világon, örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Most megrendült az én lelkem. Kérjem azt, Atyám, ments meg ettől az órától engem. De hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Erre hang hallatszott az égből. Már megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem. A sokaság pedig, amely ott állt és hallotta, azt mondta, hogy mennydörgés volt. Mások azonban így szóltak. Angyal beszélt vele. Jézus megszólalt. Nem én értem hallatszott ez a hang, hanem ti értetek. Most megy végbe az ítélet e világ felett. Most vettetik ki e világ fejedelme. Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fog meghalni. A sokaság megkérdezte tőle. Mi azt hallottuk a törvényből, hogy a Krisztus örökre megmarad. Akkor hogyan mondhatod, hogy fel kell emeltetnie az emberfiának? Ki ez az emberfia? Jézus ezt mondta nekik. Még egy kis ideig közöttetek van a világosság. Addig járjatok a világosságban, amíg nálatok van, hogy a sötétség hatalmába ne kerítsen titeket. Mert aki a sötétségben jár, nem tudja, hova megy. Amíg nálatok van a világosság, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek. Ezeket mondta Jézus, majd eltávozott és elrejtőzött előlük. Noha ennyi jelt tett előttük, mégsem hittek benne, hogy beteljesedjék Ézsaiás próféta szava, amely így hangzik. Uram, ki hitt a mi beszédünknek, és az Úr karjának ereje ki előtt lett nyilvánvalóvá? Azért nem tudtak hinni, mert Ézsaiás ezt is mondta. Megvakította a szemüket, és megkeményítette a szívüket, hogy szemükkel ne lássanak, és szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Ezeket mondta Ézsaiás, mert látta az ő dicsőségét, és ő róla szólt. Mindazáltal a vezetők közül is sokan hittek benne, mégsem vallottak szint a farizeusok miatt, nehogy kizárják őket a zsinagógából, mert többre becsülték az emberektől nyert dicsőséget, mint az Isten dicsőségét. Jézus felemelve a hangját ezt mondta. Aki hisz én bennem, az nem én bennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem, és aki lát engem, az azt látja, aki elküldött engem. Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz én bennem, ne maradjon a sötétségben. Ha valaki hallja az én beszédeimet, és nem tartja meg azokat, én nem ítélem el azt, mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem. Aki elvet engem, és nem fogadja el az én beszédeimet, annak van ítélő bírája, az az ige, amelyet szóltam, az ítéli előtt az utolsó napon. Mert én nem magamtól szóltam, hanem aki elküldött engem, maga az Atya parancsolta meg nekem, hogy mit mondjak és mit beszéljek. Én pedig tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Amit tehát én mondok, úgy hirdetem, ahogyan az Atya mondta nekem.
A húsvét ünnepe előtt Jézus jól tudva, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie e világból az atyához, jól lehet szerette övéit e világban, szerette őket mindvégig. És vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugalta Júdás Iskariótesnek, Simon fiának, hogy árulja előt, Jézus jól tudva, hogy az atya mindent kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy. Felkelt a vacsorától, letette felső ruháját, és egy kendőt véve körülkötötte magát. Azután vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és törölni azzal a kendővel, amellyel körül volt kötve. Eközben Simon Péterhez ért. Az így szólt hozzá. Uram, te mosod meg az én lábamat? Jézus így válaszolt neki. Amit én teszek, most még nem érted, de később majd megérted. Péter így szólt hozzá. Az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus így válaszolt neki. Ha nem moslak meg, semmi között sincs hozzám. Simon Péter erre ezt mondta neki. Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet, sőt a fejemet is. Jézus így szólt hozzá. Aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák meg, különben teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok. De nem mind. Mert tudta, ki árulja el, azért mondta, nem vagytok mindnyájan tiszták. Miután megmosta a lábukat és felvette a felső ruháját, ismét letelepedett és ezt mondta nekik. Értitek, hogy mit tettem veletek? Ti így hívtok engem, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmostam a ti lábatokat én, az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az uránál, sem a küldött nem nagyobb annál, aki elküldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha így cselekeztek. Nem mindnyájatokról szólok. Én tudom, kiket választottam ki, de be kell teljesednie az írásnak. Aki az én kenyeremet eszi, az emelte fel ellenem a sarkát. Már most, mielőtt ez megtörténik, megmondom nektek, hogy amikor meglesz, higgyétek, hogy én vagyok. Bizony-bizony mondom néktek, aki befogadja azt, akit elküldök, engem fogad be, aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem elküldött.
Miután ezeket elmondta Jézus, megrendült lelkében, és bizonyságot tett e szavakkal. Bizony-bizony mondom néktek. Közületek egy elárul engem. Zavartan néztek egymásra a tanítványok, vajon kiről beszél. Jézus mellett telepedett le egyik tanítványa, akit Jézus szeretett. Intett neki Simon Péter, hogy tudakolja meg, ki az, akiről beszél. Az ráhajolt Jézus keblére, és megkérdezte tőle. Uram, ki az? Jézus így felelt. Az, akinek én mártom be a falatot, és odaadom. Bemártotta tehát a falatot, és odaadta Júdás Iskáriótesnek, a Simon fiának. És akkor a falat után belement a sátán. Az ott ülők közül senki sem értette, hogy miért mondja ezt neki. Egyesek ugyanis azt gondolták, hogy mivel az erszény Júdásnál volt, azt mondja neki Jézus, vedd meg, amire szükségünk van az ünnepre, vagy azt, hogy a szegényeknek adjon valamit. Miután tehát elfogadta a falatot, azonnal kiment. Már éjszaka volt. Amikor kiment, így szólt Jézus. Most dicsőült meg az emberfia, és az Isten dicsőült meg ő benne. Ha pedig az Isten dicsőült meg benne, az Isten is megdicsőíti majd őt önmagában, sőt azonnal megdicsőíti őt. Gyermekeim, még egy kis ideig veletek vagyok. Kerestek majd engem, és ahogyan megmondtam a zsidóknak, hogy ahova én megyek, oda ti nem jöhettek, most nektek is ezt mondom. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Simon Péter megkérdezte tőle, hova mégy? Jézus így felelt. Ahova én megyek, oda most nem követhetsz, de később majd követsz. Péter így szólt hozzá. Uram, miért ne követhetnélek most? Az életemet adom érted. Jézus így válaszolt. Az életedet adod én értem. Bizony-bizony mondom néked, mire a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem.